Stílusosan tánccal nyitották meg a Bonyhádi Völgységi Néptánc Egyesület tagjai Kirkné Mátérék a fotókiállítását. A Vörös Martin Művelődési Házban megtekinthető tárlaton a képek sokasága a táncról szól. Pillanatnyi hangulatot, mozdulatot, egy szoknya perdülését vagy egy karlendítést örökít meg. A fotókkal az alkotó egy pillanatra megállította az időt. A képek a modern tánc, a néptánc, a próbák és a fellépések világába kalauzolja el az érdeklődőket. Az alkotó napi szinten örökíti meg a körülötte lévő világot, legyen az bármilyen téma. Mégis a tánc az, ami a legközelebb áll a szívéhez. A tánc az azért a szívem csücske, mert kihívás táncot fotózni. Tehát a mozgást magát, hogy elkapjuk azt a pillanatot, vagy be is mosódhat az a mozdulat, de tényleg a tánc az egy olyan pillanat, ahol a táncosnak is jónak kell lenni, a fotósnak is jónak kell lenni ahhoz, hogy valami megszülethessen. És épp ezért én imádom mind a kihívásokat, mind a táncfotózást. A táncfotózás nálam úgy indult, hogy én annak idén újságíróként rendezvényeken rengeteget fotóztam. És akkor alakult meg itt a Völgységnéptánc csoport, vagy táncegyesület, és az ő próbáikon például kezdtem el fotózni, és rájöttem, hogy ez egy nagyon szép téma. Akár, hogy a gyerekek hogyan kezdenek tanulni, táncolni, ugye a gyerekeket fotózni eleve hálás téma, és akkor ezzel elindult. Mivel látták, hogy ezt én kedvel csinálom, ezért utána elkezdtek hívni és megbízni programokon fotózással. Tehát most már tényleg, hogyha egy fellépése van, vagy jubileum a valamelyik Bonyhádi tánccsoportnak, akkor engem hívnak általában. De ez oda-vissza nagyon jó kapcsolat, mert például húsvétkor egyszer megkérdeztem, hogy nem csinálnak egy húsvéti locsolást a bölcségesek, és azóta minden évben húsvétkor csinálnak azért, hogy mi fotózhassunk a fotós társaimmal, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy ez az oda-vissza kapcsolat is jól működik. Az évek alatt összegyűjt fotók kiállításának az ötlete már régen felvetődött, de a megvalósulásig eddig kellett várni. Erről is beszélt Kirchné Máté Réka. Április 29-e a Táncművészet Világnapja. És ilyenkor rendszeresen a bonyhádi modern kortárs táncosok valamilyen érdekes programmal akár kimennek a városba, és ilyen flashmob jelleggel táncolnak. És mivel ezeket is rendszeresen fotózom, évek óta terveztem, hogy ez alkalomból egyszer csinálok egy fotós, vagy egy táncos fotókiállítást, és ez most valósult meg, hiszen a műfáz számít rám 2-3 évente egy kiállítással. És úgy gondoltam, hogy nem mindig utazási fotókat hozzak, most akkor itt a lehetőség, hogy egyszer táncot hozzak. A Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola modern és néptánc tanszakos tanulóinak az előadása szintén az ünnepélyes megnyitó része volt. Az elmúlt 20 évben az iskolában folyó művészeti oktatásnak köszönhetően már a kortárs tánc is bekerült a köztudatba. Szarva Szilvia táncpedagógus, aki a fotókiállítást megnyitotta, elmondta, hogy a fiatalok körében a néptánc mellett a modern tánc elsajátítása is nagyon népszerű. Tehát a Völgségnéptánc együttes, illetve a német táncosok már nagyon régóta itt vannak városban, és nagyon közismertek. 20 éve hívtak engem ide, még akkor a Széchenyi István Általános Iskolába táncot tanítani, modern táncot tanítani, és természetesen erre nagyon nagy volt az érdeklődés, hiszen az, hogy modern tánc, ez nagyon sok mindent jelentett, és hát a gyerekeknek elsősorban divattáncokat jelentett először. Azt hiszem, hogy azóta, tehát most már immár 20 éve ez a kép is megváltozott, és egy picit a modern kortárs táncok már teret foglaltak egy kicsit Bonyhádon. Talán egy bonyhádi embert, hogyha megkérdeznek arról, hogy mi a modern tánc, vagy mi a kortárs tánc, akkor már nem csak ezekre a videoklip dancekre, breakre, divattáncokra gondol, hanem talán azokra a művészi irányzatokra is, amit akár egy szegedi kortárs balettben, pécsi balettben természetesen professzionális szinten láthatnak ma a nézők. A fotókiállítás április 29-ig tekinthető meg a Művelődési Központ emeletén.